Tehát 1 János 2.18. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és ahogy hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus, most pedig sok Antikrisztus lett, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Ezt magyarázom. Az Antikrisztus, mikor megjelenik az utolsó időkben, akkor az egy személy lesz. Egy komoly, karizmatikus, nem csak világértelme karizmatikus, hanem szellemértelme is egy karizmatikus személy lesz. Annyira karizmatikus lesz, hogy hamis prófétával fog tudni együtt a gonoszságért dolgozni. És itt pedig arról beszél az ige, hogy sok Antikrisztus támadt. Ez pedig az a démonvilágot írja le János, amikor az Antikrisztus fejedelme alatt lévő kis antikrisztusok, démoni erők, hogyan manipulálják a gyülekezeteket. Mert a céljuk az, hogy a kenetet időzőjelben nem tudják soha ellopni, de ellopják. Az a célja az Antikrisztusnak, hogy ne tudj a kenetről. Az a célja az Antikrisztusnak, hogy ne higgy a kenetben. Az a célja az Antikrisztusnak, mert ez a neve az Antikrisztusnak, és pontosabban az Antikrisztus démonainak, hogy elhitetlenítsék a szívedet attól, abból, hogy az újjászületés által egy kút van benned. Az újjászületés által Isten szelleme templomot épített föl azonnal. És Isten szelleme benned tanítani akar. Olyan dolgokat, ami szellemi dolog, amiről ma beszélt például Gyuri az imént. Gyerekeim, tehát azt mondja az ige, hogy itt az utolsó óra, és ahogyan hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus, most pedig sok Antikrisztus lett, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Tehát úgy tudom bemutatni ezt az antikrisztusi piramist, hogy a legtetején majd ez a férfi fog állni, aki nagy bölcsességgel rendelkezik a Dániel könyvében, sokat ír róla Dániel. Aztán pedig van egy fejedelem, egy gonosz angyal, aki szintén Antikrisztusnak van hívva a Szentírásban, az Új Szövetségben. Gonosz angyal. Aztán vannak olyan démoni erők, ami eme angyal főnöksége alatt mobilisak és mobilizálhatóak az egyház támadására. Oké? Okay? Tehát így tudjátok ezt megérteni. Egy óriási hadsereg van a szellemvilágban, amit nem látunk, hála az Úrnak, és támad bennünket, hogy a Messiást ne felkentként tiszteljük. A Messiás, a Krisztusnak a neve, héberül Messiás, görögül ugye Krisztus, ennek az a jelentése, hogy fölkent. Fölkent. És amikor elkezded elhinni, hogy ő fölkent, akkor elkezdesz tudni meríteni az ő kenetettségéből, felkenetettségéből. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Hiszen ha közülünk valók lettek volna, akkor velünk maradtak volna, hanem azért történt így, hogy kiderüljön róluk, hogy egyikük sem közülünk valók. De nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Nem azért írtam nektek, mert nem tudjátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok. És mert az igazságból nem származhat semmi hazugság. Ki a hazug? Hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás, a felkent. Halleluja. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkiben, aki tagadja a fiút, nincs jelen az atya. Aki megvallja a fiút, abban jelen van az atya is. Micsoda mélység. Tehát, amit kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor ti is a fiúban és az atyában maradtok. És az ígéret, amelyet ő ígért meg nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek mindazokról, akik félrevezetnek titeket. Az a kenet pedig, amelyet ti megkaptatok tőle, bennetek marad, és nem szorultok rá, hogy valaki tanítson titeket, hanem az a kenet, ahogy az a kenet maga tanít titeket mindenről, az úgy igaz, és nem hazugság, és ahogy megtanított titeket, úgy fogtok ő benne maradni. Most tehát gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor majd megjelenik, bátran és ne megszégyenülve álljunk elébe megérkezésekor. Amen. Nagyon nagy mélység ez, nagyon nagy mélység. Előző héten kicsit beszéltem róla, újra beszélek erről az ígéről. Ez a kiinduló pont. Három terület. Az Antikrisztusnak a munkája démonokon keresztül, hogy Isten jelenléte az életedben ne legyen funkcionális, működő, mobilis, ne legyél szellemileg épp, egészséges, fejlődő, ne legyél szellemileg tisztában azzal, hogy pünkösd eljött, és a Szent Szellem birodalma itt van, eljött a menny. Ahogy Isten fia, meg keresztül János is hirdette, hogy eljött közétek Istennek az országa. A másik dolog, amiről beszél ez az ige, tehát ez egy szellemi háború, hogy a kenetet megtartsd. Egy szellemi háború, oké? Okay? Egy kenet,
Egy kenet van benned. A kenet van benned, a felkentnek a szelleme. Háborúzik a szellemvilág ezért, mert meglátta, hogy van benned kenet. Három dolgot tud rólad az ördög. Az egyik, amit beléd tett. A másik, ahogyan kibeszéled a bolondságokat, és a hitetlenségedet, és a kétségeidet, és van egy harmadik, amit tud rólad. Ha eredményes vagy a kenetbe. Tyú! Ha eredményes vagy a kenetbe. Emlékeztek az Abcselben, hogy voltak Skéva fiai? Ők voltak egy komoly vezetőnek, szellemi vezetőnek a fiai. És Jézus nevét ők is akarták alkalmazni. De nem működött a kenet rajtuk. És a démonok rájuk ugortak, és megtépték őket. Ezt írja le az Abcsel 19 talán. És amikor ezt olvastam, azt a kérdést tettem föl magamba, hogy leírja ez a történet azt, hogy mi történik most a gyülekezet utcáján. Mit ír le a történet? Hogy használják Jézus nevét, de nincs eredmény. Mit ír le ez az ige? Hogy használták Jézus nevét, de nem tudták, hogy az újjászületés mit tartalmaz, és csak az újjászületés által lehet alkalmazni Jézusnak a nevét. Mit jelent még ez számomra az ige? Hogy miközben rengeteg emberben démon van, az emberek nem tudják kiűzni a démont. Mert a démon azt kérdezi tőlük, hogy hát te ki vagy? Tehát mit jelent ez a történet az egyház számára? Számára? Hogyha tudod, hogy ki vagy, akkor a démonvilág is tud róla. És ha te tudod, hogy ki vagy, akkor a démonvilág nem kinevet, és cinikusan megkérdezni, hát te ki vagy, hanem tudni fogja. Mert azt mondta a démonvilág, így van leírva, Jézust ismerjük, Pálról is tudunk, de hogy ti kik vagytok, azt nem tudjuk. És amikor ez a két tudást hozza egyébként az eredeti fordítás, akkor nem ugyanazt a szót használja. Tehát úgy lehet lefordítani Pállal kapcsolatban, amit használ ez a szó összefüggés, hogy jól ismerjük, láttuk, és az eredményeit teljesen tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy milyen eredményes ember. Tehát a démonok látták ezt. Az első volt az Antikrisztusnak a munkája, az a jelentés az Antikrisztusnak, hogy Krisztus ellen. A felkent ellen, pontosabban. A felkent ellen. Szerez egy csillajos fordítást, kiegészítésképpen a meglévő bibliáidhoz, és ott mindenhol, szisztematikusan, Csia, a felkentnek írja a Krisztust. És amikor ez a témával foglalkoztam is, hát nem rájöttem, tudtam, csak úgy azonosítottam ezt, hogy azt, ami de jó, teljesen más lett az szövegösszefüggés számomra. Jó, sokkal jobban ki tudott bontakozni, amikor olvastam a felkentőszóló történeteket, vagy a levelekben felkentőszóló tanításokat, hogy milyen összefüggésben tanítja ott Pál a felkentet. Tehát ő nem csak Krisztus, mint egy név, hanem a név mögött van egy felkenet is. Egy erővel jelenlévő Krisztus, aki azért lett fölkenve, hogy az örömhírt elhozza, és egy új korszakot eredményezzen a szolgálata, Ézsaiás 61, vagy Lukács 4-ben ezt olvassuk. A második dolog, hogy itt van egy érdekes munkája az Antikrisztusnak, és pontosabban az Antikrisztus szellemeinek, hogy senkiben, aki tagadja a fiút, nincs jelen az atya, és aki megvallja a fiút, abban jelen van az atya is. Tehát ő ezt látja és tudja, és ezért a fiú és az atya kapcsolatát gyűlöli. Gyűlöli. Mert ismeri azt a fajta atmoszférát, azt a kenetet, azt az igazi kenetet, ami az atya és a fiú között van. Hát gondold azt el, hogy Jézus egyetlen egy millimétert nem ment a szolgálatába, egyetlen lépés nem, amíg a Szent Szellem rá nem szállt. És ez egy koncepció. Tehát ez a mennynek a koncepciója, hogy ő nem fog úgy dolgozni, hogy nincs rajta Isten jelenléte. Ő nem olvas el egy igét se, ha nincs rajta a Szent Szellem jelenléte, hogy tanítania kell az életében a Szent Szellemnek, hogy melyik profécia szólt ő róla, hogy beteljesítse azt, amiről olvasott az Ószövetség hasábjain. És még egy dolog, hogy az atya és a fiú kapcsolatára van elhívva az egyház is. Az atya és a fiú kapcsolatára, azaz, hogy te fiú vagy, és az atya pedig atya. És a kenet ekkor fog működni, ha ugyanazt csinálod, ahogy Krisztus. Mert a felkent másolta az atyát. Ezért az egyháznak is másolnia kell ezt a kapcsolatot. És ezt tudja az Antikrisztus, hogy ez a kenetnek az egyik lényegi pontja, hogy van egy atyád, és az atyaságon keresztül meggyógyulsz, és az atyaság pedig fölemel téged, és felnevel, és belülről mozog benned a fiúságon keresztül a hatalmat, Isten dicsőségére. Amen. És a harmadik, amit előző héten is elmondtam, hogy bennetek marad ez a kenet, és tanít. Akkor tudsz tanulni, ha igényled. Az tanítható, aki meg akarja érteni, hogy a kenet mit mond.
Tehát a kenet az kommunikatív. A kenet az kommunikatív. Nem néma kenet. Ahogyan egyszer Pólyongi Csó mondta, hogy a Szent Szellem, amikor megnyilvánul egy embernél, vagy egy gyülekezetben, az soha nem lesz láthatatlan és néma. Mert ha elolvasod az abcselt, akkor nem azt fogod látni, hogy egy ilyen néma Isten, néma megnyilvánulásaival jelentéktelen figurákat hozott volna létre, hanem azt látod, és ezt mondta, pünköskor minden fölrázódott. Mindenki hallotta, hogy bejött a Szent Szellem. Tehát a Szent Szellem nem úgy jön be egy Isten tiszteletre, hogy néván, hanem ott mindenki tudni fogja, ma bejött a Szent Szellem az Isten tiszteletre. Ez pünköst. Erről szól a gyülekezeti élet. Ha ezt lebutítjuk, akkor elveszítjük a Szent Szellemnek a segítségét, és a következő pedig, hogy a jelenlegi korszakunkban nem lehet végigcsinálni ezt a kereszténységet a Szent Szellem nélkül. Kenet nélkül. Tehát enélkül nem tudod megcsinálni. Fel fogunk borulni, ki fogunk égni, és az öt bolond szüzet fogjuk másolni. Az öt bolond szüzet fogjuk másolni. Jó. Ahhoz, hogy tudd, hogy ki vagy, tudnod kell olvasni az igéből bizonyos kódokat, hogy miket tanít a Szent Szellem arról, hogy ki az egyház. A Jelenések 1.5.6-ban és az 1 Péter 2.5.9-ben beszél arról, hogy kik Isten gyermekei. Ő a megbízható tanú, azt mondja az ige, a halottak közül, ez az Jelenések 1.5.6-ban van, ő a megbízható tanú a halottak közül, az elsőszülött és a föld királyainak fejedelme, kicsoda ő? Az Krisztus. Aki kifejezte szeretetét irántunk, vére által megszabadított bűneinkből, és királyokká és papokká tett Istene és Atya számára, az övé legyen a dicsőség és az erő világkorszakok világkorszakain át. Amen. Mit mond itt az ige? Hogy az Isten kifejezte a szeretetét, az első dolog. Aki vagy te, az előre szeretetből kifejezte. A második, a vér által megszabadított bennünket bűneinktől. Mi kellett ahhoz, hogy hozzáférj a kenethez? Isten szeretete, Isten fiának vére, és a harmadik pedig rögtön átemelt téged egy új identitásba, király vagy és pap. Az Isten, azaz az Atya számára. Ha ezt látod, elhiszed, akkor tudsz működni a kened, és tudsz tanítani a kenet. Ha ezt nem látod, akkor egy idegenként kezeled az egész kenet témát. Te egy idegen ember vagy. Igen, hallottam róla, hogy vannak kenetek, meg megnyilvánulások, stb. De nem az én életemben. Én nem férek hozzá. Ez hazugság. A kenet mindenki. Mondd velem, a kenet mindenki. Amen. Mindenki a kenet. Mindenki. Dicsőség az Úrnak. Mindenki. Készen van. Benned van. Csak meg kell látnod, mert titok le van fedve, és a kijelentés pont ezt hozza, hogy a fedőt leveszi a titokról, és megnyilvánul, hogy mi van benned, Isten dicsőségére. Ezt Isten eldugta direkt, hogy ne bénázzál, illetve hogy ne pocsékolj. Jelenések 19.10. Ekkor leborultam a lábai elé, hogy imádjam. Mármint egy angyalt, János. Vigyázz ne, mondta erre nekem az angyal. Szolgatársad vagyok, és a testvéreidé, akiknél a Jézusról szóló tanúságtétel van. Istent imád, hiszen a Jézusról szóló tanúságtétel a prófétalás szelleme. Vagy egy másik fordításban budai, hiszen a Jézusról szóló tanúságtétel a prófétálás szelleme. Ugyanaz. Amikor azt mondja az angyal, hogy szolgatársad vagyok, akkor arra gondol, hogy szolgáló társad. A Zsoltárok 103-ban az Isten igéje van az angyaloknál. Az Isten igéje. És azért van Isten igéje, mert a mennyben csak azt látják, hogy a kenetet követni kell, és a kenet pedig ott van, ahol az Isten igéje. Na mondja erre, hogy áment. Tehát az angyal szolgáló társ, miben segít nekünk az angyal? Abban, hogy a menny információja átjöjjön. Segít nekünk, hogy a profétálás szelleme, az Jézusról való bizonságtétel a gyülekezet életében működjön. Ezt azért hoztam ezt az igét, hogy meglásd, el vagy hívva arra, hogy az angyalok segítsenek neked, és el vagy hívva arra, hogy a profétálás szelleme is működjön. Mennyire nem értjük a profétálás szellemét. Mennyire vágyunk arra, hogy a tiszta profétai szellem legyen az életünkben. Mi a profétálás? Előrelátás. Belátó képesség a következő korszakban. Ez a profétálás. Ezt jelenti. De ennek van nagyon sok válfaja és segítsége. Nem hiába mondja a korintusi levélben Pál, hogy szeretném, hogyha ezt meg ezt az ajándék működne, de kiváltképpen, hogy profétáljatok.
az 1 Tesszalonika 5. fejezetében azt mondja Pál, hogy a profitálást meg ne vessétek. Mi van akkor, hogyha megvetjük a profitálást? Akkor nem tudunk Jézusra profitálni a világnak. Mi van akkor, hogyha megvetjük a profitálást? Akkor nem tudunk szellemben mozogni. Mert a kenet legmélyebb kifejeződése, a legfontosabb, a leghasznosabb kifejeződése, igen, Pál ezt használja, a leghasznosabb a profitálás. Hogy a kenet profitáljon. A kenet belőled profitáljon. Halleluja. A kenet belőled profitáljon. Ez a leghasznosabb dolog az egyházban, azt mondja Pál. A kenetet tegyük bele egy keretbe. A keretet tegyük bele egy keretbe. Vannak nagyon szép képek, és nagyon szép keretű képek. Most a keret az Isten országa. A kép pedig a kenetnek a tanítása. Oké? A kép a kenet tanítása. Ő fest a Szent Szellem benned. Fest, ír. Lefesti Jézus Krisztust. A keret pedig az Istennek az országa. A királyságról szóló üzenet a kijelentés korszakainak az időtartamát mutatja. Amikor te benne vagy Isten országában, arról tudod, hogy Jézus eljött. Tudsz arról, hogy voltak szövetségek. És tudsz arról, hogy a pünkös korszaka van. Ez az üdv bizonyossága az Isten országának. A következő, maga a királyság működése a megváltást hozta el. A megváltást hozta el. Mutatom az igét. Nézd meg, hogy mi történik akkor, amikor a kenet megjelenik. Úgy van, ahogy mondom, Máté 11:11. Azok közül, akik asszonytól születtek, nem lépett fel nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a mennyek királyságában a legkisebb, nagyobb, mint ő. A kenet, amikor megjelenik az Isten országa keretében, a kenet a keretben, akkor embereket hoz olyan szintre, fölhúz, hogy nagyobbak lesznek, mint keresztelő János szolgálata. Ez felfoghatatlan. Nem azt mondom, hogy olyan lehetsz, mint keresztelő János, én azt mondom nagyobb, mert azt mondja az ige. De aki a mennyek királyságában a legkisebb, nagyobb, mint ő. Amikor erről beszél az ige, akkor azért mondja ezt a nagyobb szót, mert a menny azt mondja neked, hogy értsd meg, hogy ki vagy. Az Ószövetség kisebb szövetség, mint az Új Szövetség. Mert az Új Szövetség tartalmazza az Ószövetséget is, csak egy dicsőséges formában. És amikor nem beszélünk arról, hogy ki vagy, és te nagyobb vagy, keresztül János, az Isten országában, akkor nem hiszed el, hogy rajtad keresztül tud működni a keret. Ezek olyan titkok, amelyeket el kell hinned. Tehát mostantól kezdve el kell hinned, hogy te valaki vagy a Isten országában, és nem egy személytelen ember. Nem egy személytelen ember vagy. Nem egy szürke, személytelen ember vagy. Te valaki vagy Isten országában. Következő ige. A törvény és a proféták Jánosig tartottak. Itt megállok, a proféták, ez nem a profétákra vonatkozik, hanem a profétai könyvekre az Ószövetségben. Törvény és a proféták Jánosig tartottak, attól fogva az Isten királyságának evangéliuma hirdetetik, és mindenki erőszakkal tör abba be. A kenetbe erőszakkal lehet az Isten országába, az Isten jelenlétébe, mert Isten jelenlétébe csak kenet van, mondja én, hogy áment. Isten jelenlétébe neked be kell törnöd. Nem téged fog betörni a kenet, hanem neked kell betörni a kenetbe. Azt mondta, hát ez elég agresszív kijelentés. Így van, de fölvállal Jézus. Fölvállal Jézus ezt, hogy mindenki erőszakkal tör be abba. Miért? Azért, mert neked akarnod kell Isten jelenlétét. Akarnod kell a kenetet. Miért fektetjük le ezeket az alapokat? Mert ennélkül nem tudunk mozogni. Most akkor élni akarjuk a kenetet, vagy csak nézni akarjuk a kenetet? Élni akarjuk a kenetet, vagy csak nézni a kenetet? Akarsz a kenetből tanulni? Azt tedd fel ezt a kérdést magadnak. Én akarom, hogy amit János mondott, az valóságá legyen az életedben? Akarod, szeretni akarod a kenetet? Nem bálványozni, szeretni akarod a kenetet? Menjünk tovább. Erősítve a tanítványok lelkét, Abcselben van ez az ige, 14:22-ben Pál, erősítve a tanítványok lelkét, intvén, vagy buzdítván, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nekünk az Isten országába bemennünk. Tehát most mondom neked, most amiről beszélünk kenetről, egy téma már, egy szekció lement már, és ez folyamatos lesz. Háborúba fogsz menni. Tényleg, el kell mondom ezt őszintén neked. Háborúba hív téged az Úr. A kenet megtartásáért, és a kenet növekedéséért, és a kenetnek a értelmes tanításáért. Mert a kenet értelmes, intelligens. Tehát neked fel kell fognod azt, hogy háborúba indulsz. Háborúba indulsz azért, hogy megtartsd a kenetet. Hogy meglásd a lopókat. Azokat a lopókat, amik ellopják az életedből az olajat. Hogy el akarják lopni. Látnod kell azt a támadás sorozatot majd, amikor a lelkedet támadják bizonyos dolgok. És föl kell fognod. Azért támadhatja meg, mert nincs elég kenetem. És imádkoznom kell azért, hogy a kenet újra tanítson, és fegyen fel a harcos fegyvereket. Ugyanis az Efézus 6-ban arról beszél az ige, hogy az egyház el van hívva harcosnak.
És neki vannak fegyverei, neked vannak fegyvereid, amit alkalmaznod kell, mert harcos vagy. Mondd meg a férjednek otthon, fiam, harcos vagy. Vannak fegyvereid? Hiszel benne? Az összes fegyver, amiről beszél az ige, az a kenetnek a fegyverei. A kenetnek a fegyverei. A kenetnek a fegyverei. A szellemnek a fegyverei. Az összes fegyver. Most, hogyha te harcba indulsz, és te azt mondod, neked nem kell fegyver, akkor győzni fogsz? Én nem akarok harcolni, ilyen nincs. Pál azt mondja, maradjatok meg a hitben, sok háborúság által kell neked Isten országába bemenni. A lelkedet, foglalkoznod kell a lelkeddel, mert a lelkedet támadni fogják az ördögök. Sok kis ördög. Nézzük akkor, mi van most? Milyen korszakban vagyunk? Most pünkösben vagyunk. Pünkösben. És lesz az utolsó napokban, mondja az Isten. Ezt mondja Péter. Kiárasztok a szellememből minden testre. A fiaitok, leányaitok profétálnak, ifjaitok látomásokat látnak, véneiket pedig álmokat álmodnak. Most gondold azt el, hogy ebben élünk. Kérdezem én, ha a kenet megtanítja, hogy milyen korszakban vagy, nagyon fontos, mert a kenet mindig a valóságos korszakban visz be téged. A Miki egér, az egy zsákutcába visz téged. Az egy álomvilágban visz a Miki egér. A Jézus Krisztus, aki nem Miki egér, hanem felkent Jézus, felkent szabadító, az pedig a kenetnek az iskolájába visz be. A valóságba. Kérdezed, és mi az azokkal, akik nem értik ezt a témát? Azok nem a valóságban élnek. Nem valós a hitük, nem valós a szeretetük, és nem valós a reménységük. Ugyanis a Szent Szellem nélkül nem lehet szeretni, a Szent Szellem nélkül nem lehet hinni, és a Szent Szellem nélkül nem lehet reménykedni. Ez ide így van kicsinálva a mennyből. Abcsel 19. Mutatom azt, hogy mivé fajult ez a kijelentés, ez a látás, hogy meddig jutott el Pál, mert felnövekedett Pál. Pál derekán viselt egy ilyen széles szövetből készült övet, vagy egy imakendőt, és a csodákat pedig levette, és nem mindennapos csodákat élt át. Így írja az ige, csodákat még pedig nem mindennaposokat tett Isten Pál keze által, úgyhogy bőréről a kendőket, illetve az öveket elvitték a betegekre, és a betegségek elhagyták azokat, a gonosz szellemek pedig kimentek belőlük. Tehát az történt, hogy olyan növekedés volt kijelentésben Pál életében a kenetről, hogy elhitte azt, hogyha leveszi az övét, kiveszi az övét, megáldja az övét, transzferencia történik, a kenet rászáll az övre, és az öv elmegy bármelyik lakásba, és csodák történnek, és kimennek emberekből démonok. Ide kell felnőnöd. Nem mondom, hogy mindig fog működni. Nem mondom, hogy mindig, most már minden szíjadat kent föl, és azt add el 10 forintért, tedd föl a vaterára, vagy a jófogásra. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy egy emberen keresztül mi tudod működni. Én nem azt mondom, hogy most mindenki Pál lesz. Mert utána gondoltam, 2000 év óta nem sok Pál született. De mégis szerettem volna neked hozni olyan igéket, hogy megmutatni, hogy hol jártak már. És én ebben hiszek, hogy te, komolyan mondom, hogy te megáldod a te keszkenődet, azt, hogy a nagymamától kapott paplahúzatot, elviszik, tényleg, és meggyógyulnak emberek. Én ezt elhiszem. Valaki elhiszi ezt velem? Ó, dicsőség az Úrnak. Hoztam Anton de Saint-Exupéry egyik könyvéből egy olyan dolgot, ami számomra a kenettel kapcsolatban összefüggést leírja, és jobban írja le, mint ahogy én el tudnám mondani. A első a szomjazás, ez a Citadella című könyvéből van. Nagyon mély, amit mond, ezért figyelj kicsikét. Azért hoztam előre, mert lehet, hogy már végére el fogsz fáradni. Vagy egyszerűen, aki ha megszomjozik, kútra megy, maga húzza a nyikorgó láncot, emeli ki a nehéz vedret a kút kávára, élvezi a víz dalolását és lármás zenéjét. Szomjúsága tehát értelemmel töltötte meg odamenetelét, karját és szemét. Olyan ennek a szomjúhúzónak a kút felé vezető sétája, mint valami költemény. Míg mások intenek a rabszolgának, a rabszolga szájukhoz viszi a vizet, ezért soha nem ismerik a vízdalolását meg. Kényelmességük nem egyéb, mint részvétlenség. Ők nem hittek a szenvedésben, az öröm pedig nem kért ő belőlük. Ugyanígy van a kenettel kapcsolatban is. Tudod, lehet, hogy azt tanították neked, hogy ráteszem a kezemet, és áldott leszel. Elmondom, nem lesz attól áldott, hogy valaki ráteszi a kezét. Neked is el kell menned szomjasan a kúthoz, a kenethez, a kenet kútjához, Jézus Krisztushoz, és ahogyan jársz vele, és inni akarsz, és személyesen akarsz találkozni vele, és személyesen akarsz elmenni, és vállalod azt, hogy fölmész a hegyre, és nehéz lesz az,
az az út, nyikorog a lánc majd, megszomjazol, iszol, és azt fogod érezni, hogy volt értelme. Így jön ez a megtapasztalás. Majd beszél a hallgatásról és a részvállalásról. Ugyanazt tapasztaltam annál is, aki hallgatja a muzsikát, de nem érzi szükségét, hogy beleélje magát. Aki mint valami gyaloghinton hordoztatja magát a zenével, és nem akar közelebb jutni hozzá, aki lemond a gyümölcsről, mert keserű a héja. Én azonban azt mondom, nincs is gyümölcs, ha nincs héja. Ti összetévesztitek a boldogságot a részvétlenségetekkel. Mert aki gazdag, már nem is érzi, nem is élvezi. Értelmetlen dolog az ilyen gazdagság. Mert nincsen hegytetőről feltáruló kilátás, ha senki sem mászott fel a hegy meredekén. Mert a feltáruló táj nem látvány, hanem uralom és birtokba vétel. És ha gyaloghinton cipeltek fel a csúcsra, nem látsz mást, mint többé-kevésbé érdektelen dolgok rendjét, tehát hogyan töltenéd meg őket lényegeddel? És ugyanígy van a kenettel kapcsolatban is. Amikor nem tiszteled a kenetet, amikor nem hiszel a kenetben, amikor nem hiszel János tanításában, akkor az történik, hogy minden megnyilvánulás, ami körülted van, vagy szokás lesz, vagy nem is hiszel benne, kívülről látsz mindent, és nem leszel megtapasztalás alatt. Szörnyű úgy kereszténynek lenni, hogy az ember nem akar megtapasztalás alatt lenni. Szörnyű úgy kereszténynek lenni, hogy valamit nem akar, vágy, valamire nem vágyik. Te vágytál már valamit az Úrból, de nem egy hétig. Van olyan a szívedben valami álom, de jó lenne ez nekem az Úrban. Milyen jó lenne? Még azt is elhinném, hogyha azt mondtad, hogy én apostoló akarok lenni. Legalább vágysz valamire. Csak van valami vágyad? És bátorítani foglak, hogy apostol legyél. Aztán majd meglátjuk, hogy az lesz-e vagy nem. De az már nem az én sztorim. De valamire vágysz az Úrban mostanában? Ezt írta le ez a kiváló repülőgépvezető. Ő egy francia katona volt. Ott a táj, ott a látvány. De nincs betöltve a látvány édessége, dicsősége. Ugyanúgy a kenetnek is a látványa egy új látványt hoz. A kenet látványa az, hogy a kenet benned van, és mozog az életedben, és gyógyít a kenet. Olyan látást ad, ami teljesen más, mint a földi perspektíva. Isten dicsőségére. Az Isten országa az, most hoztam öt időszakot, perspektívát. Az új szövetség alapján a királyság eljött. Tehát nem úgy imádkozunk, hogy jöjjön el a te királyságod, hanem úgy imádkozunk, jöjjön el a te királyságod hatalma én bennem. Hogy megtapasztalom az Isten királyságát a mi atyánk alapján. Na maga Jézus mondta, hogy úgy imádkozz, hogy jöjjön rád Istennek a királysága. Úgy imádkozz, hogy legyen megtapasztalható Isten királysága. Azért itt megállok, ahhoz, hogy jöjjön az Isten királysága, neked el kell hinned, hogy Jézus király. Nem demokrata, hanem király. Király. Királyok királya. És te a királyságba születtél újjá. A királyság eljött, a királyság azonnal eljön, a királyság jönni fog, a királyság késleltetik, és a királyság átadatik. Ilyen kifejezéseket használ Jézus a királysággal kapcsolatban. Ő belelátott a királyságba. Ő általában nem azt hirdette, hogy én vagyok a szerető Isten, hanem általában azt hirdette, végignézzed az evangéliumokat, hogy hirdetem, hogy eljött Isten országa. Még a tanítványoknak is azt mondta, ezt hirdessétek, hogy eljött Isten országa, és erre fog rászállni a kenet. Na most ezt valaki meghallotta? Hirdessétek Isten országát, Isten királyságát, és erre fog leszállni a Szent Szellem. Ne azt mondjátok, hogy eljött Isten országa, azt mondjátok, Isten országának evangéliuma. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy jó híre, jó hír jön Istennek az országából. Tehát a kenet mit hoz? Jó hírt! Halleluja! Isten királysága és a mennyek királysága, ez két kifejezés az evangéliumokban. Csak Máténál van a mennyek királysága szó. A mennyek azt jelenti, hogy az Istennek a működő atmoszférája, az a lakás, ahol ő lakik, és az Isten királysága pedig mindig arra vonatkozik, hogy Isten egy személy, és a személy szeretne uralkodni bizonyos helyeken, területeken, gyülekezetben, vagy személy életében. És annyit még hozok az Isten királyságáról, hogy a Róma 5.21-ben azt mondja a Pál, hogy ahogyan a vétek a bűn uralomra jutott a halálban, úgy a kegyelem is uralomra jusson az igazságosságon át, a megigazuláson át, hogy Urunkon, a Krisztus Jézuson keresztül elhozza az örök életet. Mit mond az ige? Maga minden szellemi valóság abba visz be téged, így írja az ige, hogy a kegyelem is uralomra jusson a megigazuláson keresztül. A kegyelem uralomra jusson a megigazuláson keresztül. Minden, ami az életedre vonatkozik a jövőben, az mind kormányzásért jön. És itt mondom is a két dolgot. A kenet kormányoz, szellemileg kormányoz,
és a kenet szellemileg képvisel dolgokat. Szellemi kormányzás és szellemi hatalom. Spirituális kormányzás és spirituális hatalom. A kenet két lába. A kenet két lába. Kormányoz a kenet, és hatalmat hoz az életedre. Kormányoz a kenet, és hatalmat hoz az életedbe. Amikor arról beszélünk, hogy a szellem vezet bennünket, akkor az azt jelenti, hogy te félreteszed a régi életednek a vezetését. Félreteszed azt, ahogyan élted az életedet. Az emberek, a pszichológia azt mondja, hogy az emberek többségének a 90%-a automatikusan működik. Ez azt jelenti, berögzött szokások 90%-ban uralják az életünket. A berögzült szokások. Keretben élünk, és amikor jön a keret, akkor a régi keretből kivesz téged, és bevisz az Isten országának a keretébe. Az egy kultúra, az egy más gondolkozásmód, és más működési mód az Isten országa. Amikor nem ezt hirdetjük, akkor levisszük az életünket a testi szintre, hogy testből majd saját erővel, pszichével megtaláljuk Istent. Azt tudtad, hogy a szelleminek az ellentétpárja micsoda a Bibliában? A lelki. Nem mindig a lelki rossz, de általában, ahol a szellemi, azaz a pneumatikusz megjelenik, ott Isten működő erejéről van szó, hogy hogyan tudunk bemenni a szellemi dolgokba. Ahol viszont a pszichikusz, a lelkit van használva Pál szolgálatában, vagy Jakab szolgálatában, vagy Júdásnál, akkor azt látjuk, hogy pejoratív. Jakab ezt le is leplezi ezt a dolgot, mert azt mondja, hogy van világi bölcsesség, van lelki bölcsesség, érzéki, pszichikusz, és van egy harmadik, démonikus. Mondom még egyszer, van földi bölcsesség, az jó. Van lelki bölcsesség, érzéki, és a következő lépés a lelkiből a démonikusig. Ezt Vacsmanni tanulmányaiban látjátok meg, és Derek Prince-nél. Teljesen egyértelműen leírja, Derek is tanítja, hogy a legközelebb eső rész a lelki a démonikushoz. Nem a földi bölcsesség, hanem a lelki, amikor az ember azt hiszi, hogy szellemi, és nem szellemi. Tehát a kegyelem uralkodjon, mondj erre valamit. A kegyelem uralkodjon az életedben. Hogy átvegye az uralkodást. Mi az, hogy uralkodás? Akkor fog a kenet uralkodni, akkor lesz főnököd a kenet, ha főnöködé teszed. Akkor van a király pozíció az életedben, ha te vagy az alattvalója. És ez kifejezett számára. Tehát ahhoz, hogy a kenet újra tiszteletet kapjon a gyülekezet életébe, elhiggyük az abcselt, és elhiggyük azt, hogy ő azért jön, hogy profétáljon, hogy a jövőről beszéljen nekünk. Ezt mondja Pál, a jövőről akar beszélni Isten szellem a gyülekezetben. Nem a jelenről, a jövődről. Jelenről, persze, arról is. De a jövőt akarja megmutatni neked, hogy mi a jövőt Krisztusban. Mi a jövőt Krisztusban. Különben alul leszel értékelve. Azt mondja a definíció Isten királyságáról, ahol megnyilvánul Isten kenete. Azt tudtad, hogy a mennyben csak kenet van? Tehát bemész a mennybe, és csak kenet van. Tehát folyamatosan érzed Isten jelenlétét. Tehát a levegőd kenet. Tehát, és már kenet beléd is jött. Tehát ott nincs bűz, ott nincs csúcsforgalom, áldott legyen karácsony. Tehát ott nincs olyan életérzésed, hogy nincs értelme élni. Ott nincs az, hogy nekem nincs célom, és ott mész, és ugye aranyból van az utca, és ott rugdosod az aranyrögöket. Nekem nincs, kisfiú, tudod, lefelé nézel. Nem érdek engem, semmi sem áll. Nem lettem apostol, azt hittem, hogy az leszek apostol. Tehát a mennyben nincs ilyen értérzésed. Meg túrod az orrodat, senki nem szeret, hanem egyszerűen bemész a mennybe, meg hozod ezeket a drámáidat, meg én nem így gondoltam volna, én máshogy csináltam volna életviteledet, én nem ezt vártam, nem ezt kaptam, hanem azt az a szellemi életérzésed van, hogy dicsőség az Úrnak, érdemes élni, dicsőség az Úrnak, bele harapok a kenetbe, és egész nap csak alszok a kenettel, kellek a kenettel, élvezem Isten jelenlétét, megkeresed, ahol Jézus van, és imádod, és félrelököd a 24 vént, és így bejöttél, dicsőség az Úrnak, halleluja. Tehát egyszerűen értsd meg, hogy Isten nem működik kenet nélkül. Mi akarunk működni kenet nélkül, mert az iskolában nem tanítottak arra, hogy van kenet. Az általános iskolában például. Milyen keretben megy a kenet? A 1 Korintus 4.20-ban végre van egy definíció az Isten országáról. Nem beszédben áll Istennek a királysága, hanem erőben. Ez a beszéd nem azt jelenti, hogy ha kommunikálunk egymással, akkor a kenet a kommunikáción keresztül nem működhet. Mária Erzsébet életében is ezt láttad, hogy beszélgetett egymással, és működött a kenet. Nem csak, hogy működött a kenet, hanem a Jézus Krisztus betöltekezett Szent Szellemmel Erzsébeten keresztül. Na, erre varják gombot. Így van? Nem így van? Így van, nem? Igen, nem. Igen, nem. De így volt. Hogy a kenet betöltötte Erzsébeten keresztül Jézus Krisztust. Micsoda beszélgetés lehetett ott. Ott a bementél volna, ott azt már nem kritizálhattad volna azt a dolgot, hanem leültél volna, és csöndben voltál, és hallgattad volna. Na, ez a két asszony miről beszél.
Tehát a Isten országa nem erőben áll, nem beszédben áll, hanem erőben. Ez azt jelenti, hogy Isten országa erő, atmoszféra. Valamilyen olyan áram, amit meg kell szoknod, és igényelned kell az életedre nézve. És nekem is. Hiszen Isten királysága, ez pedig a Róma 14:17-ben, hiszen az Isten királysága nem evés, nem ivás, hanem Szent Szellemben található igazságosság, békesség és öröm. Tehát amikor Isten kenete jön, akkor ezt a hármat is meg fogod látni, csak tanítalak a kenetről. Hogy miről fog tanítani a kenet? Hogy Isten országa, a kenet az igazságosságot hoz, hogy uralkodj. Hogy békességet hoz, hogy uralkodj. És mi a harmadik? Örömöt hoz, hogy uralkodj. Ez a kenetnek, ez a három például tulajdonsága. Nincs olyan kenet, amiben nincs öröm. Mondj erre valamit. Nincs olyan keret, ahol nincs békesség. És nincs olyan keret, ahol nincs megazult atmoszféra, identitás. Tehát azt mondom, időz a kenetben, és föl fogsz nőni. Időz a kenetben, és a megazultság föl fog nőni. Azt kérdezed, eddig miért nem nőtt föl a megazultságom? Mert nem vagy imádó. Lajos, erről többet. Ebből többet. Kérek. Akarom ezt a területet. Emlékeztek, amikor azt mondja a kútnál, ahol Jézus kijelenti az asszonynak, hogy kút van bennünk. Kút fej van bennünk a Szent Szellemről. Utána azt mondja, hogy az Atya imádókat keres. Az Atya imádókat keres. Föltettem a héten ezt a kérdést. Miért keres az Atya imádókat? Mert nem talál. Minden korszakban keres az imádókat. Minden korszakban. És akit lát és imád, azt megtalálja. Tehát ő azért keresi, hogy találkozzon velünk. Mi a feltétel? Szellemben és igazságban. Szellemben és igazságban. Nem lélekben, érzéki módon, hanem fölnőni erre a szintre, megérteni. Nem azért beszélek a szellemiről, mert én ilyen hiperszellemi fanatikus vagyok, hanem azért, mert Jézus beszél erről. Hogy imádni szellemből lehet. Lélekből tudsz dicsérni és hálát adni, szellemből lehet csak imádni. Persze benne a lelked, az érzelmeid is ebbe, de értsd meg, hogy a szellemet tud csak igazából imádni. Csak a szellemet. Hogyan tudom ezt beindítani a szellememet? Az egy teszek a levél, 5. fejezet, 23. verszakában azt mondja az ige, hogy a békesség Istene szentelje meg benneteket mindenestül fogva. Szellemeteket, lelketeket és testeteket. Ez azt jelenti, hogy nem tudsz imádni, amíg a szellemedet nem szenteli meg Isten. De Lajos, hát a szellemem szent, akkor miért kell megszentelni? Kérdezd meg tőle. Nem tudom erre a választ. De ezt mondja az ige, hogy a szellemet is el kell érnie a szentségnek, az Isten szentségének. El kell érnie Isten jelenlétének a szellemet. Lehet, hogy soha nem ért el téged a szellem, a szellem vonatkozásában. Lehet, hogy vannak itt ülők, akiket még soha nem érintett meg Isten. Nem tudom. Lehet, hogy most hülyeséget beszélek. Amíg a szellemedet nem érinti meg Isten az imádásban, addig még kiskorú vagy. Onnantól kezdve tudsz majd kinépni és felnőni, ahogyan az Isten akarja. Hogy a szellemet hatás alá kerüljön. Nem a lelked. Nem az, hogy jól érzed. Nagyon sokan azt hiszik, hogy mert érzik a kenetet, ezért minden rendben van. A kenet nem érzés. A kenet Isten jelenléte, személye. És arra vezet be bennünket, hogy imádókká legyünk. Halleluja. És még egy dolog az Isten országáról. Állampolgárává tesz téged Isten, házanépévé tesz Isten országában, papjává tesz téged, és munkatársává. Azt mondja a János 3:27. Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot. János 3:27. Az ember semmit sem vehet, hanem a mennyből adatot neki. Semmihez nem tudsz hozzányúlni, hanem a mennyből van az Isten országából számodra elkészítve és átadva. Értsd meg! Tehát innentől kezdve, mától kezdve, hogyha nem hittél ebben az igében, kezdj el imádkozni, hogy átvegyek a mennyből. Kezdj el imádkozni, mert Isten ezt akarja. Ó, dicsőség az Úrnak. És azt mondod, hogy ez, de ezt hogy kezdjem? Azt mondja az 1 Péter 2:9-10. Ti ellenben kiválasztott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Tehát most te egy kiválasztott nemzetség vagy, generáció, egy királyi papság vagy, tehát uralkodói papság. Hallod? Uralkodói pap vagy. Hát miben uralkodjak? Nincs rajtam Burger King-es, mi ez? Korona, most miről beszélsz, Lajos? Elegem van már, a férjem is mindig uralkodik, vagy azt mondja, annyit uralkodik, ide figyelj, neki nem, ne tanítsd ezt, mert elkezd még jól uralkodik. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy a megazulásodban fölnősz. A hitben fölnősz.
Szétválasztod a helyes hitet, meg a rossz hitet. Fölnősz az emberi szeretet között, meg a isteni szeretet között. Fölnősz abban, hogy mi a gyümölcse a Szent Szellemnek az életedben. Fölnősz abban, hogy milyen a krisztusi karakter. Fölnősz abban, hogy mik a hibáid. Mert a Kenet a hibáidra is rá fog mutatni. Hogy melyik az, ami nem egyezik a Kenet tanításával. Melyik az, ami nem engedi, hogy a Kenet vezesse őt. Figyelj, ilyen probléma az egyházban akkor kezdődött, mikor nem tanítottok a Kenetről, és a pulpituson nem tanítanak a Kenetről, ezért olyan eredményeket értünk el, hogy értek el, amelyek nem Kenet eredményei. Nyisd ki az Ószövetséget, nyisd ki! Kezd el olvasni azokat a történeteket, ahol a Kenet megjelenik. El fogsz ájulni, hogy az Ószövetségben mi történik. És jön az Új Szövetség, itt vagyunk, egy jobb szövetségben, és nincs meg az. És senki nem teszi fel a kérdést, hogy én nem akarok ebben élni, hanem abban akarok élni, amiről az ige beszél nekem. Ti ellenben kiválasztott nemzetség, királyi papság, uralkodói papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Ezt mondja a 10. verszak. Ti egykor nem voltatok nép, most Isten népe vagytok. Egykor könyörület nélkül éltetek, most könyörülettel éltek. Isten dicsőségére. Tehát mit mond az ige? Azt mondja, hogy te pap vagy, Isten papja, tehát hozzáférsz a mennyei dolgokhoz. Te Isten papja vagy, tehát hozzáférsz a Kenethez. Legtöbb ember nem hiszi el, hogy ő pap. Isten papja. És nem csak pap, királyi pap. Uralkodói pap. Ebből indult ki minden. Különben szolgálvá tesz téged a hamis identitásod. Két típusú probléma van az egyházban a tékozló fiú kapcsán. Az egyik probléma az, amikor eltikozolják a Kenetet, a másik probléma pedig az, hogy nem akarják elvenni a Kenetet az asztalról. Mind a kettő rossz probléma. Komoly probléma. Ó, halleluja. Tehát azt mondtam, hogy a Kenet a szellemi kormányzást hoz az életedbe, és szellemi hatalmat. Akkor leszel hatalom alatt, hogyha munkatársával akarsz válni Istennek. Tehát a szellemi kormányzás nélkül, az igén keresztül, a bárány vérébe vetett hiten át nem jön. Nem jön a kormányzás. Van három nagyon komoly egyensúly, segítő erő a szellemi életedben, három szellemi valóság, az ige, a vér és a szellem. Az ige és a vér és a szellem. Hogyha megmaradsz a szellemben, de elveted a vér igazságát és az ige igazságát, föl fogsz borulni. Ha elveted a másik közül valamelyiket, ugyanúgy föl fogsz borulni. Mi van? Az ige, ez a János 5-ben van írva, a szellem, és a vér, ez a három bizonságot tesz itt a Földön. Mind a három tanít egyszerre bennünket. Minden megnyilvánulásban, amikor otthon Isten betölt, akkor mind a három ott van. Egyik hangsúlyosabb, mint a másik. De mindig kibalanszozza a Kenet, mert a Kenet magát balanszozza ki, hogy ne legyél rossz úton. Valaki azt mondja, én csak az igébe hiszek. De ha nincs ott a szellem, akkor nem fogja érteni az igét. És hogyha valaki nem a véren keresztül keres Isten, ahogy Isten tisztelet előre, Istentől ki volt tervelve, akkor megint bukás lesz. Mert vagy vér általi Isten tisztelet van, vagy antikrisztusi Isten tisztelet. Mert amikor megtapodjuk a báránynak a vérét, oda fogunk jutni, hogy egy hamis Isten tiszteletben vagyunk benne. Amikor te nézed a szolgálókat és az Isten tiszteleteket, nagyon figyelj arra, hogy az, aki amilyen szervezetben van, abban mi a hit alapjai? Mik a hit alapjaik? A zsidó 6-ban azt mondja az ige, hogy ne legyünk olyanok, akik a Krisztusról szóló kezdetleges beszédet folyamatosan le akarjuk tenni. Körbe-körbe. Olyan tanítókat hallgass, aki nem kezdetleges beszédet szól, nem tejet, hanem olyan táplálékot, amin föl lehet nőni. Mert lehet, hogy az egész egyháza kezdetleges beszéden él, és senki sem nőtt fel abba az egyházba. Senki. Mindenki csecsemő. Tehát amikor a szellemi kormányzás és a szellemi hatalom el lesz fogadva az életedben, akkor elindul a Kenet mozgása. Azt mondja, Lajos, ezzel kapcsolatban taníts. Gyere a János 12-höz. János evangélium a első fejezet 12-ös verszak. János 1:12. Azokat viszont, akik befogadták, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává váljanak azoknak, akik hisznek a névben. Na nézzük ezt megint. Az a baj, hogy az egyház nem lett megtanítva, hogy hogyan tud viszonyulásában megújulni a Kenethez. Mert a Kenethez nem tudsz viszonyulni, innen indítunk, oké? Tehát nem érted, hogy mi az, hogy Kenet. És ahhoz, hogy hozzá fordulj a Kenethez, neked meg kell tanulni, hogy kell viselkedni és viszonyulni a Kenethez. Nem jön a Kenet addig, és nem tudod megtartani a Kenetet, amíg nem tudsz viszonyulni, viselkedni a Kenetben.
De mondod, hogy Isten kenete van benned. De ha a gyümölcsök nem láthatóak, akkor az a kenet, az nem lett produktív az életedben. Nagyon sok ember azt mondja, hogy be van töltekezve Szent Szellemmel. De a szellem, ha valahogy jelen van, az megnyilvánul. A szellem gyümölcsei, az a belülről való munka megnyilvánulásai. A profétálás a belülről való munka megnyilvánulása. Olyan gyülekezetnek tanítok, akik szeretnék a kenetet? Feltetted az életedet, hogy a kenet tanítson téged? Mert ha nem a kenet tanít, akkor nem hamisan akarok profétálni neked, de tönkre fogsz menni. Tönkre fogsz menni szellemileg. Nem lehet azt csinálni, hogy nem a Szent Szellem koordinációjában vagyok. Most neked van egy lelkiismereted, és be kell nézni ebbe a lelkiismeret tükrébe, hogy ki vezet téged? Az ige, a szellem és a vér, a kenet, vagy mi vezet téged? Mert azt mondja az ige, hogy akik Isten fiai, azokat a szellem vezeti. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap hallod a Szent Szellem hangját, ne is halld, ne is akart hallani, hanem kijelentést kapsz az igéből, hogy hogyan tudsz építkezni. Isten intellektuális lény is, és nagyon szépen levezeti, hogy hogyan kell növekedned. És a kenet az mindig korszakokban jelenik meg az ember életében. Időszakok vannak. És az időszakokban lép be a kenet, és kicsit megnyomja az életünket. Aztán visszafordul, mert tesztidőszak jön, hogy akarjuk-e továbbiakban, hogy vezetés alá kerüljünk. Tehát János 1.12. Azoknak viszont, akik befogadták, hatalmat adott. Hatalmat adott, akik befogadták. Amikor befogadás van, akkor mindig elkezdődik egy munka benned. Hallod? Amikor befogadás van, most az a kérdésem, te nyitott vagy-e a kenetre? A családod nyitott-e a Szent Szellemre? Vagy mifelé vagy nyitott? Elmondom. A Róma 8 alapján, vagy Róma 7 végén azt mondja az író, hogy föl kell kiáltania egy mindenkinek, és azt mondani, hogy kicsoda szabadít meg ebből az életből, csúnyán akartam mondani, ebből az életből. Kicsoda szabadít meg, ideig kell eljutni. A Róma 8.1 pedig úgy kezdődik, hogy szellemet tud mozogni. Minden károsztatás, ítélkezés megtört Krisztus szellemén keresztül. Nincs már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. És hogyan folytatja az ige tovább? Akik szellem szerint járnak, és nem test szerint. Amen. Tehát nem csak odáig kell eljutni, hogy van Krisztusom, hanem szellem szerint járok, hogy ne test szerint járjak. Azt mondja, Lajos, ezzel azt mondta, hogy nincs, aki nem akar a kenet tanítás alatt lenni, az test szerint jár, előbb-utóbb test szerint lesz. Az még jó, ha testből van, nem lélekből, mert az még rosszabb, mert a lelki ember, van egy pusztán parázna ember, kajakparázna, a legparáznább. Ez jobb, mert könnyebb meg tud térni, mint aki azt hiszi, hogy ő Istennel jár, pszichében él, a lelkében, érzelmében, az agyával olvassa az igét, ismer az igét, még diplomája is van az igéből, na az a legveszélyesebb. Tehát az olyan szuggesztív erő van rajta azon, hogy még engem is becsaphat, mikor magyarázza a dolgokat, mert nem a kenetből magyaráz, hanem abból az emberi erőből, az énből magyarázza a dolgokat. És akkor le kell leplezni az ilyen embert mindig, hogy vettél-e Szent Szellemet? Azt mondja, ezt honnan vetted? Miért pont ezt a kérdést kell föltenni? Azért, mert Pál is ugyanezt tette föl. Keresztény János tanítványával találkozott Efézus városában. Vettetek-e Szent Szellemet? Ez volt az első kérdése. Tudod, a zsidók azok nagyon egyszerűek és lényegre törőek. Nem olyanok, mint mi. És akkor jön a tudat, hát itt tulajdonképpen mi olyanok vagyunk. Hát már majdnem vettem, láttam már milyen, álltam már mellette, tartottam a táskáját, de figyelj, nem tudom, figyelj, de van fontosabb téma is a Bibliában. Az a baj, hogyha most mondták nekem, valaki fölhívott telefonon, és igazat adtam neki. Lajos, ha tovább tanítasz a kenetből, az nagyon sok ember el akar majd futni a témától. Ez igen, nem egy ember mondta. Többen mondták ezt. Mondom, miért? Azért, mert a démonok nem bírják elviselni, ha a kenet befolyik egy ember életében, a kenet úr lesz, és elkezd vezetés alá kerülni az ember, már nem a régi ember szerint él, nem az óember szerint él, hanem az új ember szerint él, elkezdi meglátni, hogy hatalma van, hogy ő Jézus nevét tudja alkalmazni, mert azt olvastuk imént, hogy az, aki befogadta, hatalmat kapott, hogy Isten fiává váljon, és mi az Isten fiúságának a tulajdonsága, hogy hatalma van, és milyen egy Isten fia? Azok, akik hisznek a nevében, elkezdenek a felkent nevében hinni. Figyelj, ezt megkaptad így, úgy, ahogy mint a családi pótlékot. Megkaptad ezt is, hogy Isten fia vagy. Megkaptad Isten országát. Megkaptad azt, hogy hatalmad van. Megkaptad azt, hogy ráhatásod van Jézus nevében a szellemvilágban. Neked tudnod kell, hogy van hatalom alattiságod, és van egy valóság, az a láthatatlan világ, és az a láthatatlan világot Jézusnak a vére helyreállította. És ez a láthatatlan világ helyre van állítva, és lehet hozzá kapcsolódni. És azt is ide fölírtam, hogy kihívás lesz, amit látsz a kenetben. Kihívás.
Mert már nem test szerint kell menned, ahogy szoktad. Hát mi így szoktuk. Mi 8 órakor nézzük a Dallast. Utána le szoktunk feküdni. Milyen akkor, hogy a szellem azt mondja, hogy ne kapcsolod be a Dallast 8:00-kor. És azt mondja a Szent Szellem, gyere, imádj engem. Hát mi így szoktuk, Szent Szellem. Ne haragudj, de nem vagyunk kíváncsiak rád. Ez így működik. És amikor kihívás alá kerülsz a kenetből, akkor tapasztalatokat kell, hogy megszerezzél ott. Hogy tanúskodni tudj arról, hogy milyen keret alatt lenni. Na menjünk tovább. Tehát azok, akik Isten fiai, hatalom alatt vannak. Tehát te hatalom alatt vagy. Ha engeded. Engedd meg, hogy hatalom alatt legyél. Van egyébként még egy dolog, hogy amikor találkozol a szellemi kormányzásban, és szellemi hatalomban, és elkezdesz ebben járni, két típusú szolgálóval. Az egyik az öntöző, a másik az ültető. Tehát nem leültett téged, hanem beültett dolgokat. És ez is nagy veszélyforrás, mikor összekeverjük az öntözőt és az ültetőt. A korintusi gyülekezet összekeverte. Mind a kettőn más típusú kenet volt. És elájultak Apollósnak az ékes szólásán. És aztán végül négy felé szakadtak. Már az sem volt jó. Már Apollós sem volt. Ő Péter lett az egyik a sztár a gyülekezetben. És Pál apostol gyülekezetébe. És mondja Pál apostol Apollósnak, menj már el, írja a levelében, menj már hozzájuk, menj már vissza. Azt mondja, nem akarok oda menni. És kétféleképpen lehet magyarázni az igét. Vagy azért mondta, mert a szellemében a Szent Szellem nem engedte, hogy oda menjen, mert félreértették volna, vagy pedig ő maga nem akart oda menni, mert egyszerűen nem kívánkozott ebbe a gyülekezetbe, mert érezte, hogy nem az Úrtól van az a dolog. Meg nem is akarok. Egyszerűen nem örömmel szolgálni közöttük. Miért? Mert fölcserélték. Párt le akarták cserélni Apollósra, vagy Péterre. Mi ez, hanem európai gyülekezetek? Hogy nem értették azt, azt mondja Pál az egyik helyen, minden a tiétek. Minden. És nem tudtátok megkülönböztetni? Én arról szól az én szolgálatom, hogy ültessek, beléd ültessek szellemi dolgokat. És jött a barátom Apollós, aki meg arról szólt, hogy öntöz. Mert három típusú kenet van egyébként. Az egyik kenet az, amikor benned kúttá válik a szellem, a másik, amikor folyóvá, a harmadik kenet pedig az eső kenete a Bibliában. Az első, mondom, a kúttá válik, ez János 4-ben van. János 7-ben, hogy folyamok folynak az életedben, és elkezd a sodrásban menni, a szellemi sodrásában, belül sodor, a Szent Szellem benned működik, és aztán ki is tud áradni az, és a harmadik pedig az eső. Joel könyvében beszél az esőről, és azt hiszem Zakariás könyvében is, a 10. igen, Zakariás 10-ben beszél az esőről, hogy eső jön. És az eső azt jelenti, hogy jön egy korszak, hogy egész egyházra ilyenkor, és elkezd esni a Szent Szellem mindenkire. Nem nézi az Úr kegyelmet ad és irgalmat, hogy ki milyen állapotban van, csak jön az eső. És akkor a teszt, akkor lesz a nagy teszt, amikor megkapja mindenki a Szent Szellemet ingyen kegyelemből, ebben a nagy esőben, és utána mi lesz vele? Mert utána, a következő korszaka a teszt korszaka lesz. De jön az eső korszaka. De nagyobbat lehet bukni az eső korszakába, mint most, amikor nincs eső korszaka, mert mi most meg tudjuk tanulni a szárazságban, hogyan kell a kútból élni. És amikor jön majd az eső korszaka, ahogy Joel is mondja meg, az Zakáriás is, hogy a kora és a késő eső egyszerre fog jönni, az egy nagy felkészítés lesz. Jaj, akkor annak a generációnak, mert a kegyelem kiárad, a kegyelem szelleme, mindenkit megtapasztal a kenet, és aztán pedig lesz 5 okos, és 5 bolond szűz. Mert természetes lesz a kenet. Tehát a Kenneth Hagin könyvében olvastam, a 40-es évek közepétől, 50-es évek közepéig óriási gyógyító kenet volt egész Amerikán. Óriási. De senki nem értett a kenethez. Elmentek az Isten tiszteletre, és egy kisfiú tudott gyógyítani, mert az eső ott volt, a gyógyítás esője volt. Sátrakat húztak, nem 100 fős, 10 000 fős sátrakat kellett venniük. Mert annyi ember jött, sok csonkabonka, nyomorék, süket, stb. Jöttek és meggyógyultak. Nem egy süket, 10 süket, ha kellett. És a prédikátorok nem értettek a kenet, nem ismerték a kenet tanítását. És azt mondja a könyvében Kenneth Hagin, hogy oda ment hozzá, és tanította őket arról, hogy hogy kell a kenetben megmaradni, az igében és a Jézus vérében. És azt mondták, mi ezt nem hisszük. És akkor betegek lettek a prédikátorok, általában meghaltak. Mert nem hittek a gyógyításban. Mert a kenet olyan erős volt, hogy gyógyított az Úr. Csak úgy, mint Izraelben, 40 éven keresztül. Nem volt náthás. Nem volt covidos. Senki nem volt covidos. Nem volt lázas. Nem volt poszttraumás szindrómája senkinek. Senkinek. Nem volt skizoid. Nem volt félvilági keresztény. Mindenki gyógyult volt. Mindenki. A
akik hisznek a nevében, azoknak, akik nem vérből, nem egy test, nem egy férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Meg te Istenből születtél, a párod az Istenből született. Figyelj, megláttam egy problémát az emberek életében, nem a te életedben, úgy általánosságban. Hogy nagyon sok ember újjászületett, de nem tért meg. Ez blaszfémia. Na végre, elkaptalak. Azt jelenti újjászületni és nem megtérni, a megtérésnek két mozzanata van, vagy két korszaka. Megtérés az, amikor ember visszatér Istenhez a bűnei miatt. Mert felismeri, hogy van bűne. És csinál egy óriási nagy életrendezést, bűnvallást. Kidob, bedob, odaszánja, teljes odaadja az életét az Úrnak. És van egy másfajta megtérés, ami az újjászületés után van, hogy folyamatosan átváltoztatjuk a gondolkozásmódunkat, ahogyan az Isten fiúsága tanítja. Ahogyan az újjászületés tanít. Akkor, amikor az emberek nem kezdenek el megújulni és új paradigmákat látni az igéből, és hogy hogyan kell az ige szerint építkezni, és van többfajta eledel, és ezt nem akarják, azok a személyek, én úgy gondolom, hogy újjászülettek, de az elméjük fogságában tartja őket, mert nincs megújulva az elme. És tanítasz egy ilyen embert, és nem érted, hogy miért nem jön a változás. Hogy 5-10 év után nincs változás, de semmilyen változás nincsen. És most nem arról beszélek, hogy kedvesek vagyunk, befizetjük az adót. Nem arról beszélek, hogy kultúrlények vagyunk, tudjuk, hogy melyik a villa, és melyik a kanál. Meg tudjuk, hogy a halat mivel kell enni, meg a kis sütit, meg tudjuk, hogy a kávé a zsolnaiból, hogy kell megfogni a zsolnai csészét, hogy a kis ujjad föld legyen, és így kell inni. Nem erről beszélek, mert ezt mindenki tudja, hogy a zsolnait hogy kell megfogni, hanem hogy ismeri a kenetet. Ismeri-e a kenetet? A kenet tanítja őt. Vagy azt mondja, távozz tőlem, sátán. Lehet, hogy itt most szól hozzád az Úr. Lehet, hogy démonikus erő van az életedben, ami gyűlöli a kenetet. Vagy démonok gyűlölik. Akkor megjött Jézus, azonnal fölismerték, hogy ő a szabadító. Mindenki tudta. Jobban hittek benne a démonok, mint a hívők. Mindenki tudta, mekkora hatalma van. De a zsidó hívők nem hittek benne. De a démonok hittek benne. Mert ők hittek a kenetben. Hallod? Lehet, hogy az a démon, aki benned van, ő az jobban hisz a kenetben, mint te. Menjünk tovább. Azoknak, akik nem vérből, nem egy test, nem egy férfi akaratából, hanem Istenből születtek. És az ige húsvérét testé lett. Sátrat vert közöttünk, és mi láttuk a dicsőségét, mint az atyától származó egyszerű dicsőségét, aki teljes volt kegyeleme és valósággal. Mit mond az ige? Hogy jött az ige, testé lett az ige, sátrat vert közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atyától származó egyszerű dicsőségét, aki teljes volt kegyeleme és valósággal. Na most figyelj, ez egy fantasztikus kép lesz, amit most kibontok neked. Jött Isten, a fián keresztül lejött, és azt mondja az ige, hogy testé lett, és itt lesátorozott. Tehát maga az ige lesátorozott. És azt mondják, hogy ők szemléltük. Hogy szemléltük ezt a sátrat, ahogy Isten lesátorozott. Sikerül? Tehát, jó, most kiesett mindenki, de az Úr jó, halleluja. Tehát, figyeljetek az igére, fagyos szentek, halleluja. Majd otthon letusolsz. Most már egy lehetőséget, hogy az életed megváltozzon. Amen? Mert azért jövök, én azért jövök ide, hogy megváltoztassalak téged. Én nem azért jövök ide, hogy csak beszéljek. Én olyan embereknek szeretek beszélni, akik szeretik az igét. Mert én két típusú embert látok. Aki szeret az igét, aki pedig lefigymálja az igét. Két kategória van. Azt mondja Jézus, aki engem szeret, az én beszédemet is szereti. Amen? Hát most az ige vagy tekintély az életünkben, vagy ilyen vallásos klub délután. De szépen beszélt, dicsőség az Úrnak. Mennyi jót tett az emberekkel. Még úgy is tehetsz jót, hogy nincs benned szeretet, azt mondja 1 Korintus 13. Az egész vagyonodat fölélteted, és nincs benned agapé. Tehát azt mondja az ige, eljött ide, és lesátorozott, és láttuk a dicsőségét. Tehát fontos, hogy a kenet az igét lesátoroztassa az életedben. Az igét. És ez a látás szó, ez nem csak egy felvillanó képet jelent, hanem bámulod az igét. Mit olvastam ugye Exupéry-től? Hogy fölmegyek egy hegyre,
és máshogy látom a világot onnan. Hogy ezt akarom elérni, hogy máshogy lássam az életemet, a jövőmet, és belássak a láthatatlanba. Ezért megyek föl. És amikor ez a látvány kitárult, akkor mit láttak? A dicsőséget láttak, az Isten jelenlétét, a kenetet, ami az atyától származott, az egyszülött dicsőségét, ez a fiú az egyszülött, aki teljes volt kegyelemmel és valósággal. Akkor fogsz tudni egyre mélyebben kegyelemből részesedni, és igazságokból részesedni, ha ilyen szemlélődő ember vagy. A szemlélés azt jelenti, hogy gondolkodni akarok. Gondolkodni akarok, és javítani akarom a gondolkozásmódomat. Mert látni akarom a dicsőséget, ami kijavít engem. Ezt jelenti a kenetben elkezdeni mozogni. Te látni akarj a kenet miatt. Nem megtapasztalni csak. Látni. Ne úgy láss, ahogy a földi ember lát. Máshogy láss. Van egy másik rész, képzétek el, hogy szintén beszél a sátorról az ige. Ez a két rész van, amit mutatok. A másik pedig a 2 Korintus 12-ben van. Pál imádkozik, mert egy nyomás alatt van. 2 Korintus 12:9. De azt mondta nekem Jézus, elég neked a kegyelmem, mert az én hatalmamat erőtlenség teszi bevégzetté. Mi van? Elég neked a kegyelmem, mert az én hatalmamat erőtlenség teszi bevégzetté. Tehát nem azt mondta neki, hogy elég neked a kegyelmed, és kész, hanem akarom, hogy a hatalom felszabaduljon rajtad. Hogy megtűrjön ez a nyomás az életedben, és újra tovább tudj menni. Tehát a kegyelem, amit néztek ők, az apostolok, amiről beszélt, hogy teljes volt kegyelem és igazsággal, ez hatalomba emelte őket. Mert a kegyelem az nem egy természetes adottság, hogy valaki megirgalmazott neked, vagy könyörült rajtad, hanem egy természet fölötti erő, az Isten karaktere. A kegyelem. A kegyelem visz tovább a hatalomhoz, és tart meg a hatalomban. De nem csak ezt akartam mutatni, hanem azt, hogy azt mondja tovább, hogy az erőtlenség teszi bevégzetté azt a munkát. Tehát muszáj, hogy összetörjél, hogy szükséged van a kenethez. Kenetre. Muszáj, hogy összetörjél. Tehát, hogy azt érezd, hogy nem működik az imád. Nem működik a kereszténységed. Hogy az orrod vérzik, annyit imádkozol már. Hogy a kívánságaid nem hallgattatnak meg. Azt mondja, Lajos, hát miért kell ilyen keménynek lenni? Miért nem lehet aranyosan, kellemesen prédikálni? Szereted az Urat, prédikáld ezt, hívod az Urat, jön az Úr, és áldás jön. Ennyi. Mert ez nem valóság, ez Mickey Eger világ. Ez a Mickey Eger világa. Ez a Walt Disney. Ez déli báb. A valóság az, hogy olyan kemény a szíved, olyan kemény a szívem, olyan büszkék és egoisták vagyunk, hogy olvassuk az igét, és nem hiszük el. Olvassuk ezt az igét a János 2-ben, hogy az Antikrisztus jön. Sok kis Antikrisztus jön. Olvassuk azt, hogy utolsó napok vannak. Olvassuk azt, hogy ez a hitetés itt van. Olvassuk azt, hogy a kenetnek kell tanítani bennünket. És azt is olvassuk a történetbe, hogy voltak némek, akik kiváltak a gyülekezetből. Most gondold azt meg, hogy János apostol gyülekezetéből elmentek emberek. Ezt tudod, mit jelent nekem? Azt jelenti, hogy a világ leghatalmasabb apostola, akit Jézus jobban szeret a 12-nél, sem elég jó akkor, amikor egy kenet nem tanít egy gyülekezetet. Tehát innentől kezdve nekem semmilyen reménységem nincs benned, olyan vonatkozásban, hogy nem fogsz engem megutálni. Mert ha Jánost, aki soha nem leszek az életemben, mert soha nem leszek, hanem mennyibe volt, gondold el. Most gondold, van egy ember, szakálla volt kender, és akkor lejön oda, és elmondja, hogy volt a mennybe. És utána meg ott hagyják a gyülekezetébe. Hát most gondold el, hogy mit okoz a testiség? Ezt okozza, szakadást. Egyszerűen a test elszakítja magát a kenettől. A testi ember. Ki a testi ember? Akit a test vezet, és nem engedi, hogy a szellem vezesse. Ez a testi ember. Ez testi dolgokon gondolkodik, vagy az igén gondolkodik testi módon. Nincs megújulva az elméje. Ezt le kell leplezni önmagadban, amikor testi módon gondolkodsz az igéről. Az egyházakról, gyülekezetekről, papokról, politikáról. Ezeket mind a kenet leszedi rólad ezt a sok olyan téves eszmét, ami miatt rosszul gondolkozol. Ma egy magyar embernek nem csak azt kell hirdetni, hogy Jézus Krisztus szabadító, hanem megszabadít a párt imádatból. Megszabadít a nem tudom milyen mozgalmaknak az imádatából. Mert rajta van a magyar emberen ez a kultúrsok. És nem lát, mert a kenet nem tanítja. Sose felejtem el, nagyon fiatal keresztény voltam, és be akartam lépni egy pártba. És hála Istennek volt mentorom akkor is. És
mondta nekem az idősebb úrban, hogy belépje, és elmagyarázta szellemileg, antropológiailag, démonilag, hogy ez hogy működik a Bibliából. És hogy hány embert látott keresztényt belépni, és aztán tönkrement a hite. Mert a pártok fölött gonosz angyalok működnek. Ja, hogy te azt hitted, hogy a mennyet hozta le a XY párt, és ott szentek vannak, és a sátán nem is foglalkozik azzal a párttal, mert a jó ember a vezető, hogy annál jobb ember nincs, nem is született. Anya nem hordott ki a méhében. Anya nem szoptatott olyat, mint az a vezető. Testvérem, az összes politikus általában nem megtért keresztény, démonizált. És mást ugat, és mást cselekszik. Tehát egyszerűen, hogyha te neked vannak ilyen perverzióid, hogy szerelmes vagy egy pártba, akkor ebből meg kell térned. Ezt engedd el. Egy mozgalomba, vonalak meg, mit engedd el. A mennybe higgyél annyira, mint a pártba. Még szeress bele Jézusba. Láttam embereknél kitéve miniszterelnök fotóit. De többen mondták már. Ugye, Pali bácsi? Gondolna azt, hogy valaki kinyomtatja és kiteszi. És akkor ne beszéljünk a politikáról. Hát az Antikrisztus a politikán keresztül jön be. Hát az Antikrisztus az pontosan a vallás és a politika összefonódásáról beszél. Azt tudtátok, hogy az utolsó egyház az Antikrisztusnak a működésén keresztül lesz napvilágra hozva, megerősödve? Azt tudtátok? A Jelenések könyve erről beszél? Az összes protestáns teológus erről beszél? Az összes német protestáns teológus, akit olvastam, akik nagyon precízek, mind erről beszélt? És beszél? Hogy az Antikrisztus szelleme a politikán keresztül fogja leuralni az egyházat. És az egyház egy idő után pedig be lesz csapva, és ki fogja magát szolgáltatni az Antikrisztusnak, és aztán pedig megy a kénköves kőbe a hamis egyház. De ez egy félelmetes korszak jön. De ezt te is tudod, te is érzed, hát csak olvasol a Bibliát. Amen. Tehát azt mondja itt az ige, visszatérve a Pálhoz, elég neked a kenyelem, mert az én hatalmamat erőtlenség teszi bevégzetté. Kérdezek tőled valamit, ez az erőtlenséggel kapcsolatban. Emlékszel 2 Korintus 4-ben miről beszél Pál? Hogy miben van az erő? Ki tudja? Cserépedélyben van a kenet. Most figyelj, mondok neked valamit, kedves önkárosztató testvérem. Hogy tudod, hogy miért van cserépedényben a kenet, a kenet munkája? Az erő dicsősége? Mert tudja Isten, hogy hibázni fogsz, bűnöket fogsz létrehozni az életedben, majd megtérsz belőle, és ennek ellenére szeret téged, mert nincs megváltva a tested, és nem vagy egy jó helyen, egy jó gyülekezetben, vagy nem gyógyultál meg a gyerekkorodból, vagy nem gyógyultál meg a vállásodból, vagy nem gyógyultál meg nem tudom milyen perverziódból, és tudja jól, de tudja azt is, hogy meg fogsz térni a jövőben, ezért megelőlegezi, zálogot tesz a szellemedbe, a Szent Szellem zálogát cserépedénybe. És a cserépedény azt mutatja, hogy törékeny vagy, és törni fogsz, mert cserépedényből van. Nem vagy Isten, nem vagy szuperszellemi, nem látod a szellemvilágot mindig, nem érted mindig az igét, nem érted a sorsodat mindig, nem mindig jön be az, amiért imádkoztál, sokszor nem, egyáltalán nem jön be, amiért imádkoztál, te nem kaptad meg azt a gyönyörű lányt, te nem kaptad meg azt a gyönyörű autót, és sorolhatnám a kis gőzvasúton nem ültél, lölőnél, tehát sok minden nem kapsz meg az életedben. De értsd meg azt, hogy ezt Isten meg ezzel azt fejezi ki, figyelj, a dicsőségemet, a szkenetemet, ami az én létem, ami az én levegőm, azt beléd fújom. És oda teszem beléd, mert annyira szeretlek, hogy elhitt, hogy cserépedénybe is belefér a kenet. És ez fájdalmakat fog okozni, hogy állandóan sérülsz, mert a Szent Szemet megbántod, mert elfeledkezel a kenetről, meg a barátod nem szeret a kenetet, de meg te szereted a kenetet. És mi lesz veletek? És minden problémád lesz ezzel. De Isten meg azt mondja, figyelj, nem tudtam jobban megcsinálni. Le kell telni a korszakoknak. És amikor letelik a korszak, akkor majd meglátod, hogy milyen a menny. Mutassak neked a mennyből, hogy milyen a menny. Gyere az Ezékiel 1-hez. Ez most eszembe jutott ez a dolog. Gyere az Ezékiel 1-hez. Óriási, amit itt leír a Szentírás. Óriási. Mondtam? Ezékiel 1. Meg kell keresnem, mert az előbb már megvolt. Aha, megvagy.
lőn a első verstől. És lőn a 30. esztendőben, a 4. hónapban, a hónap 5-én, mikor én a foglyok közt Kébár folyó mellett voltam, megnyilatkozának az egek, és látték isteni látásokat. A hónap 5-ét, az 5. esztendeje Jojákin király fogságába vitelének. Valójában lőn az úrnak beszéde Ezékiel paphoz, a Búzi fiához, a Káldeusok földjén, Kébár folyó mellett, és lőn ott rajta az úrnak a keze. Amikor a kenet megjelenik, akkor az Ószövetségben sokszor, ne leves, kifut a bableves, amikor az Úrnak a keze megjelenik sokszor sok helyen, akkor egyszerűen ezen csak te azt látod, hogy ez egy szellemi, úgymond látomásszerűség lehet. De nem, a kenet jelenik meg. A kéz az mindig a keretet jelenti, Isten jelenlétét. És a Szent Szem így fordítja le, az Úrnak a keze van ott. Drágám, és az Úr keze tudod, hogy miért jön? Hogy a cserépedényedet mindig megjavítsa. Az Úr, erre van megcsinálva a fazekasnak a keze, hogy mindig újra formálja. Miért? Hogy a kenet benned maradjon. Kifolyt a keneted? Elveszíted a keneted? Azt mondja az Úr, jövök, visszaállítom agyagedényedet, helyreállítom újra te kutadat, és belefújok újra a kenetet. Mérték nélkül. És Isten megengedi, hogy összetörjél. Legfőképpen tudod miért? Mert élvezi azt, mikor szomjas vagy. Élvezi azt, mikor újra érzed azt, hogy mennyire szükséged van rá. Nemrég tanultam ezt az Úrtól. Kérdeztem az Urat, hogy Uram, egyes emberek életében miért nem vagy olyan nagy jelenléttel, pedig megérdemelnék. És az Úrtól mit mondott? Akartam ott lenni, de nem vártak meg. Mert ha én odaadtam volna magamat, akkor egy borzalmas ember lenne. Mert az, hogy te természetfeletti képességekkel rendelkezel, és fogsz rendelkezni, és nagy dolgokat fogsz végezni vinni az Úrért, az hatalmas, hatalmas kísértés hoz az életedre. De azt mondod, hogy Lajos, ne rémíts, az Ószövetséget olvasod, vagy az Új Szövetséget. Csak bukott szolgálókat látsz. Akik aztán végül csak bementek valahogy az Úrhoz. Értsd meg, hogy a tested az állandóan kísértve van, még a kenettől is kísértve van. És az Úr megnézi, na vajon mit csinálsz, amikor Isten jelenléte rajtad van? Na vajon meg akarod-e őrizni? Vajon akarod-e dédelgetni? Akarod, hogy növesszen téged? Akarsz-e vele együttműködni a kenettel benned? Tehát Ezékiel itt van, és akkor a 4. verszak, és láttam a forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség volt, közepéből pedig, mintha izzó érc látszott volna ki, tudnélik a villámlás közepéből. Tehát jött Isten. És belőle 4 lelkes állatformája tetszik ki, és ábrázatuk emberi formájúak voltak. És mindenkinek volt 4 orcája, 4 szárnya mindegyiküknek, lábaik egyenesen lábak, egyenes lábak, lábaik talpa, borjú lábakhoz, talpa, és szikráznak vala, mint simított ért színe. Továbbá emberi kezek valának szárnyaik alatt 4 oldalukon, mind a 4-üknél orcája és szárnyai. Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve, nem fordultak meg a jártukban, mindenki az ő orcája irányában ment. Orcájuk formája emberi orca, továbbá oroszlán orca, mind a 4-nek jobb felől bika orca, mind a 4-nek bal felől sas orca. Mind a 4-nek hátul. Ezek az ő orcáik. És ezek az orcáik, és a szárnyaik felül kiterjesztve valának mindenkinél 2 szárny összeér vala, 2 pedig befedezi a testüket. És mindenik az ő orcája irányába megy vala, ahová a szellem vala menendő, oda mennek vala, meg nem fordulván jártukban. Még a mennyben is a szellem vezeti a teremtményeket. Azt mondta, csak arra fordult az arcuk, amerre a Szent Szellem. Csak arra fordult az arcuk, amerre a szellem. A mennyben nem tudsz más csinálni. Csak arra tudsz fordulni, amerre a szellem vezet. A mennyben majd. De ez nekünk is minta. Hogy ami Isten előtt van, aki Isten előtt van, az arra fordul, amerre az Isten orcája. Az ő orcája azt keresi, az hol van Isten orcája. Ezért mondja Mózesnek ez ige, hogy amikor találkozott Mózessel az Úr, hogy látta, mint ember a barátjával, orca az orcával, éberül panim a panimot. Mert Isten arra teremtette az embert, hogy orcákat lásson. Az ember lássa Isten orcáját, és az Isten orcájában meglássa az ő orcáját. Az ember képére vagyunk teremtve. Bocsánat, Isten képére vagyunk teremtve. Az ember Isten képére van teremtve. És amikor arról beszél az ige, hogy mi van a lényekbe beprogramozva, hát a kenet. A kenet vezeti ezeket az angyalokat is, vagy szeráfokat. Nem a szárnya a lényeg, nem az erejük a lényeg, hanem merre mennek. Ez a lényeg.
hogy merre mész, az a lényeg. Hallod-e a zúgását? Hallod-e az ő orcáját? Látod-e az ő orcáját? Keresed-e az ő orcáját? Keressétek az én orcámat, több helyen mondja az ige. Ó, halleluja. Elég neked a kenyerem, mert az én hatalmamat erőtlenség teszi bevégzetté. Nagy örömmel, és igyekszem hát erőtlenségeimmel, bocsánat, többes számban, hogy a felkent hatalma sátorozhassék rajtam. Hogy a felkent, 1 Korintus 12.9, hogy a felkent hatalma sátorozhassék rajtam. Azt mondta, oké, szenvedek, nagy örömmel, csak legyen rajtam a kenet. Ez egy apostoli vízió. Ez egy olyan dolog, amit most mondok, nem én, hanem Pál, ami élet eszenciává, élet ritmussá, élet céllá kell, hogy váljon az életed. Mi akkor, hogyha ez nem lesz életcélod? A kegyelem ott van, de nincs hatása. Mert a kegyelem azért tud hatni Pál életébe, mert lesátorozik a hatalom. Akarja, hogy a hatalom végezze el a csodát az életébe, és nem ő akarja elvégezni a csodát az életébe. Akarja, hogy lakjon a hatalom, a kenet. Ezért találkoznak hát helyesléseimmel a felkentért elviselt erőtlenségek, bántalmazások, kényszerítések, üldöztetések, szorongattatások. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok hatalmas. Fantasztikus. Vedd be, edd az igét. Tehát amikor Isten szól az 1 Mózes 1-ben, hogy legyen világosság. Ez a legyen szó, ez héberül hayah. Ebben benne van a hatás, az átváltoztatás és a létezés. El tudom még egyszer mondani. Hatás, átváltoztatás, létezés. A hayah szóban, az élni szót. Éljen valami. És amikor Isten szól egy helyen, akkor amikor szól, akkor elindítja azt, ami még nincs ott. Tehát kijön belőle a dolog. Amikor az ige szól hozzád, az ige, és bizonyságot tesz, és sátorozik az ige, akkor az azért sátorozik ott, hogy te figyelj az igére. Azért jön hozzád az ige, hogy sátorozzon. És hogy rászálljon a testedre. A testedre rászálljon az ige hatalma. Hogy ne te kormányozz magadat, hanem az ige kormányozza a testedet. És akkor létezni akar az ige. És azt akarja az ige, hogy kiszóljon. Hogy változtatni akarok, létezni akarok, élni akarok nálad. Élni jön az ige nálad. Élni, változtatni, létezni, hatást gyakorolni. Ezt jelenti az élet szó, a hayah. Életek többes számban van egyébként a héberben. És amikor Isten kimondta azt, hogy valami történjen, az 1 Mózesben mindenki tudja, mindenki olvasta már, akkor a szellem lebegett, és a szellem elkezdett mozogni. Tehát amikor a szellem mozog, az azért mozog, mert Isten igéje van mögötte az életedben. Élni, látni, cselekedni, átalakítani, valamivel változtatni akar téged Isten, amikor jön a kenet. Mert az ige van a kenet mögött. És amikor a kenet jön, akkor Isten ezt mondja, legyen. Legyen rajtad valami. Legyen valami az életedben. Legyen. Jön a kenet, azt mondja, legyen. És amikor egyébként ez a szellemi erő elkezd dolgozni, akkor a kenet elkezd érlelni benned, és a megfelelő tekintét szerzel, nem a Bibliádban van a tekintélyed, nem az, hogy keresed Jézust, ez a tekintélyed, nem azáltal, hogy szolgálsz, van tekintélyed, nem azáltal, hogy ajándékok működnek rajtad keresztül, hogy van tekintélyed, akkor mi a tekintély? A tekintély az, hogy alá teszed magadat a kenet tanításának. Tehát vigyázz azzal, hogyha majd kenet alatt leszel, hogy te azt hiszed, hogy azért, mert kenet alatt vagy, ezért automatikusan működik. Nem fog semmi automatikusan működni. Mindig hatalom alá kell kerülnöd. Ha nem vagy hatalom alatt, a kenet hatalma alatt, a tanítása alatt, akkor kinek a hatalma alatt van az a hívő? Figyelj, lehetséges, hogy soha nem is hitted el, hogy egyszer lesz kenet az életedben. És ebben az elutasítottságban vagy benne. Lehet, hogy meg kéne gyógyulni ezen a területen, hogy engem Isten használ, engem Isten betölt. Pár év alatt ki lehet teljesen hűlni. Meg lehet teljesen valósítani azt a vallásos kiégést, hogy Isten miért nincs velem. Hát persze, hogy ott van az életedben Isten, csak nem tanultál még ebbe az intelligens iskolába. Ó, halleluja! Amikor pelenke van a lábon, amikor pelenke van az ember lábán, akkor nem tud járni szellemben. Mert egyszerűen mindig elesik. Pelenkázva van a láb. Nincs fölnőve a szellem az ember személyiségében.
Pál az külön imádkozik, hogy a szellemed nőjön föl, hogy tudj kapcsolódni Istennel. A tanítványok nem értették azt, amit Jézus tanított. De nézték, szemlélték az igét. És mivel szemlélték az igét, amikor újjászülettek és betöltöttek Szent Szellemmel, a Szent Szellem megmutatta nekik. Többször Péter is mondja, emlékeztünk arra, hogy az Isten fia mit tanított. Mert zsidók voltak és szemlélődők. Gondolkodók voltak. Ez volt a szerencséjük. Hogy szemlélődő emberek voltak, akik mertek kitekinteni nem a láthatóba, hanem a láthatatlanba. Zárom egy történettel. Ez megint plasztikus lesz. Előző héten is zártam egy történettel. Saul történetével szeretném zárni. Feltettem magamnak azt a kérdést a héten, hogy Saul hol hibázta el? Tudjátok, Saul volt Dávid király előtt király. Hol hibázta el? És a Szentírás azt írja, hogy az egyik helyen, mikor Dávidot fölkenték, akkor Saulra ráment egy démon. Egy. Amikor valakiről lemegy a kenet, akkor valakire rámegy a kenet. Kettő. Amikor valakiről lemegy a kenet, és föl van kenve, de nem akar a kenettel együtt dolgozni, a királyi kenettel, akkor egy idő után démonizálódik az ember. És most egy komoly dolgot fog mondani. Van egy véleményem azzal kapcsolatban, hogy az egyház, ha nem tanul a kenetből, démonizálódni fog. Én nem hiszem azt el, hogy a kenet nélkül lehet a szellemi harcot élni, és nem hiszem, hogy kenet nélkül meg lehet maradni démonvilág nélkül. Tehát én ilyet nem látom a Bibliában sehol, hogy valaki el van hívva, Isten megmondja neki, hogy Isten fia vagy, újjá vagy születve, töltekezébe Szent Szellemmel, és ő meg nem akar így élni. Hát ilyet, tehát ezek az emberek mind kiégnek szellemileg. Vagy ilyen vallásos őrültek lesznek, pláne a mai világban. Hát nézd meg, Pál hány helyen mondja, hogy mutatja, hogy a szellemben hogy kell növekedni. És olyan, mint hogyha kivágnánk ezeket a részeket. Ez túl nehéz, ez túl spirituális. Hát az egész szellemvilág körülöttünk van, ez nem spirituális? Az, hogy újjá vagy szülve, az nem spirituális? Az, hogy a szellem lakik benne, ez nem spirituális? Halleluja! Tehát ott tartok, hogy Saulnál tartok. Hogy Sault megnéztem, hogy amikor Dávid föl lett kenve, rögtön démonizálódott. És mondta, hogy egy hárfást hozzatok nekem. És akkor hozták Dávidot, aki elkezdett hárfázni. Na, ez a komoly. Hogy menjen le róla a démon. Tehát tudták jól, hogy a démon gyötri, és egy kenetes ember kell, aki a dicséreten keresztül zenél, akkor az megtöri a rajta az igát. Micsoda titok? Tehát ezt lefordítanám, most azt mondanák, démonizált az új szövetségi gyülekezet? Hát, dicsértek Istent, és le fog menni a démon. Imádjátok Istent, a kenet leszáll, és megszabadultok. Ja, hogy mi azért jövünk ide, hogy csak adjunk. Nem, venni is kell a dicséret alatt. Venni. Kenetet. Na mindegy. Tehát a dicséret kenete volt az első kenet, ami Dávidon működött. A dicséret kenete. Tehát a kenet hogy mozgott először? Nem királyként, hanem dicsérőként. Az első kenet Dávidnál, hogy lantokat lantolt, húrokat húzogatott, lantot lantolt. Nem? Nem tudom. Pengetett, bocsánat. És azzal zárom, hogy ha megnézed azt, hogy mikor veszítette el a kenetet, igazából, Saul, akkor volt, amikor nem engedelmeskedett Sámuelnek. És kétszer nem engedelmeskedett. És miért hoztam ezt a történetet? Az ige miatt. Mert Sámuel azt mondta, 7 napig várjál, és amikor elmegyek, 7. napon, akkor majd segítek hogy a csatában. Tudta jól Sámuel, hogy teszt időszak alatt lesz Saulnak. Mert amikor te elkezdesz a kenettel foglalkozni, le leszel tesztelve. Azért mondom, hogy Isten fiam jöjjön rád. Hogy valóban akarod-e, és akarsz-e engedelmeskedni a kenet tanításának, az igének. És Sámuel azt mondja neki, 7 napig várjál, és jövök. Saul megfélemledett, mindenki elhagyta őt, az összes tábornok, a nép sírt, félt, és áldozott Istennek, hogy meghallgassa Isten az imáját. Mi a baj? Hogy ő nem volt fölkenve papnak. Tehát kilépett a kenet keretéből, és átment egy más típusú kenetbe. De ezt nem tehette meg, mert nem tanították őt papnak. Nem született papnak. Nem értette a papi dolgokat. Mert a papnak is kenete volt, hogy pap legyen. A királynak is kenete volt, hogy király legyen. A pap az nem harcolt, a király harcolt. A kereszténység protokoll. Ha kenet elkezd téged megformázni, akkor neked úgy kell megformálóznod. Megformálóznod.
Na ha nem, akkor kilépsz, és egy más elhívásba akarsz bemenni. Megjött Sámuel 7. nap után, és látta ezt az egész történetet. És Saul meg elkezd neki magyarázni, hát figyelj, nem voltál itt, hát muszáj volt. Ezt mondja, mostantól kezdve el fog fordulni tőled minden, minden áldás. Majd jön egy másik szituáció, ott pedig megmondja, az Amaleket űzd ki, öld meg a királyt, és a mindent, ami van a juhok, stb., az mind öld le. Nem teszi meg, nem öli meg a királyt. Tehát az egész lényében Saulnak nem a kenet tanítása volt a prioritás, hanem az ő vágyai, elgondolása, kilépett a kenet tanításából, és átment egy másik szervre, vagy egy tekintélybe, hatalomba. Nem maradt a kenet tanítása hatalma alatt. Nem maradt a királyi kenet tanítása alatt. Figyelj, mit mond erre Sámuel? Azt mondja, az engedetlenség olyan, mint a varázslás. Az engedetlenség olyan, mint a varázslás. Ezzel azt mondta a király, te manipulálsz most. Manipulálod Istent, de nem sikerül soha, ugye? Manipulálod magadat, manipulálod a népet, és manipulálni akarsz engem. Mi van akkor, hogyha egy kenet nem tanítja a gyülekezetet? Ha a pulpitusról nincs tanítva a kenet? Káosz. Itt mindenki azt sem, amit akar. Nincs senki tekintély alatt, mert nem értik, milyen a kenet tekintélyével dolgozni. Nem működik senkinek az ajándék, a karizmatikus ajándékok, a gyümölcsök, a kenet tanítása, az értelemszelleme, bölcsességszelleme, kijelentés, áll az egész gyülekezet. Mert senki nem látott ebbe bele, hogy a kereszténység erről szól. És egy igével hagy fejezzem be. Tényleg egy igével. Nyugodj meg, csak ez az egy igé lesz. Hát, hogy oda jutok. A szellemi ajándékokról, pneumatika, a Szent Szellem által adott különleges adományokról, testvérekről vagy testvérekben nem szeretném, ha tájékozatlanok lennétek. Most a testvéreim, a spirituális ajándékokról, a természet fölötti erő, energia, különleges adottságairól nem akarom, hogy tévedjetek, fals információitok legyen. Nem akarom ez a csiafordítás, nem akarom, testvéreim, hogy hiányozzék az értelmetek afelől, hogy kik a szellemiek. Ez volt a legnagyobb problémája a gyülekezetnek, a saját gyülekezetének. Hogy nem tudtak fölnőni, mert becsapta őket az a kenet, nem jól fogalmazok, becsapta őket a testük, mert ott volt apostolon, a Pál apostolon hatalmas kenet. És ma az eklézsében ugyanez a probléma lehet, hogy én a legnagyobb kenettel tudok szolgálni, tegyük föl, te nagyon nagy kenet lenne rajtam, és te bejönnél és felnőn a gyülekezet 10 000 főre, és nem tanítanám meg őket arra, hogy nektek saját kenetetek van, és nektek kenetből kell tanulnotok. És bocsáss meg, még egy igét hagyj mutassak, ezzel zárom, ezt nektek hoztam, ezt úgy éreztem, hogy az Úr ezt nektek mutatja. Összeset nektek mutatja, ne idegesítelek benneteket, de 2 Mózes 27-ben, hogy mit mutatott nekem az Úr nektek. 2 Mózes 27. Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta faolajat, ez az olívaolaj, amelyet világításhoz sajtoltak. Tehát mit mond az ige? Parancsold meg az egész Izraelnek, hogy hozzanak olajat, amelyet ők otthon kipréseltek. Hogy szünet nélkül égő lámpát gyújthassanak. Kinek a felelőssége ez? A családok felelőssége, hogy a gyülekezetben legyen világító lámpás. Ja, hogy mi azzal nem foglalkozunk, hogy a gyülekezetben is kell égni a lámpának. Ja, hogy mi csak az a fogunk, hogy mi itt belül valahol itt égen valami. De ami jó, bizsergő. Figyelj, ez az igén keresztül van lefektetve. Az igé, tehát az ige mutatja meg, hogy a kenet hogy működik. Amen. Mózes kapja az igét a hegyről, és ő mondja el, hogy kell működni a kenet olajának a sátorban bent. Hú. Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta faolajat, amelyet világításra sajtoltak otthon, hogy szünet nélkül égő lámpát gyűjthassanak. Tehát fordítom új szövetségi nyelvre. A te elmédbe, a kicsi elmédbe az kell lenni, szünet nélkül égjen a kenet a gyülekezetbe. Ezt megértetted ma, én tényleg leborulok elé, tényleg megcsókolom a lábadat. Meg is mosom, és egy szellemi ember leszek, alázatos. Tehát, hogy ez volt a gyülekezetnek a feladata. Nem a papok feladata volt. A gyülekezetnek voltak. Kollektív kenet, hordozása, hogy kollektívan törjék meg az olajat, a bogyót, és hozzák el. A gyülekezet sátorában a függönyön kívül, amely a bizonyság előtt van, az a bizonyság ládája, készítsék el azt Áron és az ő fiai, estétől fogva reggelig, az Úr előtt.
örök rendtartás legyen az ő nemzetségüknél, Izrael fiai között. Örök rendtartás. Tehát azt mondta, hogy amíg van Ároni papság, addig ezt parancsold meg, és ezt látni kell az egész gyülekezetnek, és föl kell nevelni a következő generációt, hogy a lámpának bent a szentélyben égnie kell. Két dolog éget, a lámpa, és még egy éget, az illatáltozati oltár. Tehát, hogy megint egy modellt mutatok. Isten azt mondta, mindenki otthon, a kicsi fejében azon gondolkodjon, van-e olaj a gyülekezetben. És nem a szolgálati ajándékok teszik ezt működőképessé, hanem pont fordítva. Hogy a szolgálati ajándékok a tekintély átadja, és azt mondja az ige, hogy a szolgálati ajándékok felnövesztik a testet, mindenki beáll a szolgálatába, megtalálja a helyét, és ők azért állnak be a szolgálatba, hogy föl legyen tartva a kenet olaja. Tehát mondom még egyszer. Tehát a szolgálati ajándék tanít. Meg átadja az igét, az ige lakozást össze a gyülekezetbe, és azért működik a gyülekezet, mert az igét megvalósítják a juhok. Nem a pásztor valósítja meg az igét, a juhok meghallgatják. Fordítva, tehát nem fordítva, nekem is meg kell valósítanom az igét, de hogy a ti felelősségetek az, hogy az olaj a gyülekezetben legyen.